Erni József, az zenetanár volt, a fia is Alajos, és az Alajos gyermekei, hát a Cserny Alajos lement Dévára zenetanárnak, ez egy nagy kiterjedt zenész család volt, a Cserny Vencel Károly, Cserny Károly tanította Liszt Ferencet például zongorázni. A bányaműszaki felügyelő, bányakapitányság, bányaműszaki felügyelőségem volt az édesapám gépészeti felügyelő, de osztás volt, ott is kaptunk lakást Miskolcon, és ott nőttünk fel, oda jártam a Malinovszky iskolába, általános iskolába. A bátyám a Földes Ferenc gimnáziumba került, ő oda járt. 56-os események is ott értek bennünket Miskolcon. Ott volt a sortűz is, tehát ott nagy tömeg volt, az 56-os dolgok, tüntetések, ezek azok. És akkor, mikor a bátyám hazajött, onnan véresen jött haza a bátyám. Ez a törpesség érzet, hogy én törpének érzem állandóan magam. Tehát az én rossz tanuló voltam, és ráadásul balkezes és diszlexiás. Tehát állandóan gátlásaim voltak, hogy nem felelek meg a feladatnak. Tehát így nőttem föl. De közben fantasztikus rajztehetség voltam. Volt egy Bánkuti Gábor nevű tanárom, aki felfedezte ezt a tehetséget is, és a rajzaimat újságokhoz elküldte, kiállításon szerepeltette. Tehát abban a pillanatban megindult ellenem és mellettem egy harc. Ez a mai napig tart. Tehát az egyik tanár megesküdött arra, hogy én egy bűnöző leszek, egy betörő, egy gengszter, és egy őrült, a másik pedig azt mondta, hogy ez egy zseni, ez egy művész, lehet, hogy ha odafigyelnek erre a dologra. És attól kezdve akkor volt a másodikos gimnazista, engem művész úrnak szólított. 1956-ban a második évfolyamra járt az iparművészeti főiskolán. Tulajdonképpen 50 évig egész életében a járműveknek a formatervezésével foglalkozott. Nagyon sok olyan forma, olyan jármű volt, amelyet ő tervezett, és megjelent az utakon. Ismerjük ennek a formáját, csak hát ugye sok esetben nem tudjuk konkrét személyhez kötni. Mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb volt a formatervezők, a jármű formatervezők között, a legjelentősebb volt az ő munkássága. A szimpózion társaság keretén belül ismertem meg. Egy nagy szimpózionos volt ő is, és azt hiszem én is. Ez a szimpózion ügy, ez nem egy egyszerű dolog, de nagyon fontos. Illetve egyszerű dolog is fontos. Roppant egyszerű dolog, emberek összejönnek, szeretik egymást, unka, iszogatás, és segítik egymást. És nem csak akkor és ott, hanem ez egy kapcsolatteremtés ad lehetőséget, és ahogy ennek vége, és mindenki hazamegy, akkor utána is ezek a kapcsolatok élnek, és ezek a nemzetközi szintű kapcsolatok, ezek nagyon fontosak voltak. A formatervezőknél is, az üvegtervezőknél is ez a művészet minden egyes területén. Olyanokat is elképzelte, nem létezett, de olyan erőteljes vehemenciával adta elő, hogy ezt nagyjából elfogadták tőle és el is hitték, úgyhogy úgy volt egy ilyen vonzás körzete. Különösen, mikor így vidéki városokba lementünk, hát én nem mindenütt voltam ott, de mondom, például Dunajváros, meg Szarvason, igen, hát ott mindenki hanyatt esett, hogy hát ezt meg kell csinálni, ez így, meg úgy, meg amúgy. Zsenyi van egy alkotóház, ami a művészeti alapnak az alkotóháza, és ide festők jártak, szobrászok, alkotó munkát végeztek, meg írók, zenészek, tehát egy nagyon-nagyon érdekes világ volt ott. Jóskában ott volt, hogy mi lenne, ha ide szerveznék mondjuk egy nemzetközi fórumot. És így kerültünk mi Zsenyére. 1978-ban hívtuk össze az első zsenyei műhelyt. Az egyik legerősebb emlékem az, hogy különböző járgányait és járműveit vezetem körbe-körbe a kis kertjükbe a fügefa körül. Egy nagyon picit, tehát mondjuk egy ilyen 10 méterszer 5 méteres kis kertet kell elképzelni, közepén egy óriási fügefával, és ott a különböző járgányokat, amiket csinált, azt én körbe-körbe menve vezetem. Akkor is tanított, ha nem akart tanítani, csak beszélgetett. Akkor is mindig mondott valami olyat, amitől mi többek lettünk.